Charizard pokéfanok! Sziasztok! Én megmaradok ennél a hagyományos köszöntésnél. Nem véletlen köszöntem így, és úgy fogunk elköszönni, hogy pár eszek, már előre jelzem. Na, jó rendben, abban még benne vagyok. Ugyanis, Krisz. Igen. Azért vagyunk jó duópáros, mert én mindig veled akarok maradni. Köszönöm, Pikachu. Nagy beértékelem. Pika, pika. Vakarja meg a fület tövét. Meg ne csapjálok egy kis árammal. Vagy egy áron télen. Nem, a kávéből megteszik, köszönöm. Jó, rendben. Tehát először is köszönjük Baxinak a feliratot, de hogy mihez, arról fog szólni a videó. I choose you. Így van. A legújabb Pokémon film. És igen, egyébként nagyon jó lett a felirat. Tényleg köszönöm. Főleg én, aki nem érti az angolt. Szép volt. Igen. Szóval igen, megnéztük az új Pokémon filmet. Én kétszer is láttam, mert megnéztük Janával, utána pedig Chris-szel. Igen, és igazából nagyon-nagyon vegyes érzelmek kavarognak bennem miatta. Nem kell a kamera felé nézni, mert ez egy beszélgető sztori. Bennem is nagyon furcsa érzelmek. Egyrészt nekem az, hogy nekem az volt, mintha leülnénk szerkesztőségbe, és akkor mi legyen az új moziba, tegyünk bele alulás legendás, az biztos, hogy kell, ki legyen. Akkor legyen az életre kelt lábszak, vagyis más adó. Ott tökéletes. Várjál, kell valami, ami visszaemlékeztet arra, hogy retro, és hogy már 20 év el kell, hát akkor mi lenne, ha belegyúrnánk az első évadból jó pár részt? Igen, ez volt az érzésem igazából, hogy láttam, hogy mit akarnak ezzel a filmmel csinálni, csak ezt nem így kellett volna, meg nem ennyit. Hát nem. Túl sok mindent akartak belesófolni egy filmbe. És mégis sok minden kimaradt, én nekem például, ha már ennyire nosztalgika. Nosztalgikus, akkor én beletettem volna mindenféleképp. Egyik kedvenc részem volt a Digletes rész, amikor olyan vidáman mutatják, hogy átalakult Ekinc és Koffin, mintha elkaptak volna egy legendás Pokémont. Tehát konkrétan az nagyon tetszett. És annól én hiányoltam, hol van Bulbasaur és Squirtle, miért Charmandert emeljük ki? Jó, hát nyilván neki volt érdekesebb sorsa. Miért Bulbasaur, aki vigyázott a hajléktalan Pokémonokra? Jó, akkor nem tudom, az nekem valahogy így kiszállt a fejem. Vagy Squirtle, aki tűzoltó. Lett, igazából. Mert de igaz, bandita volt. Igen. Mint a Viszkis. Utalás, nézzétek meg a Viszkisről való értékelésünket. Mert amúgy, de tényleg szerintem pont ez az, hogy ezért nem maradt meg nálam Bulbasaur annyira, mert hogy az ő sorsa nekem annyira nem volt érdekes. De Charmander ő 100%-ig megmaradt. Persze, hogy szegényke elázott, mert nem volt esernyője. Igen, nem voltak itt támogató, nem voltak feliratkozói, nem tudott fejlődni. Nem kapott Donate-ot eleget. Mi se kapunk, mert még nincs is, de majd lesz. Donate kacsa. Jó van, na így. Na, térjünk vissza a tájra. Gyakorlatilag az, hogy Kantóból indulunk, és körülbelül majdnem minden generációból kapunk egy kis szeretet, hogy lesz-e. Ami tetszett viszont, hogy kibővítették az animét, amit láthattunk. Tehát nekem azt tetszett, hogy mutatták, hogy Bulbasaurt kivitte, Squirtle-t és Charmander-t, és többször feltűnt Ivysaurral a gazdája, utána Squirtle-től is elrohant ugye a képen. Igen. Ezek, amik tetszettek. Ami nem tetszett, hogy zsúfoljuk bele Entei-ket egyből az elejére. Igen, pont ezzel kapcsolatban is, hogy ugye láttuk, hogy kik vitték el a kezdő pokékat. De ott a kérdés, hogy de ez minket miért érdekeljen? Nem tudtunk meg róluk senki, azt sem tudjuk, hogy kik ők. És azt sem, hogy meddig jutottak a ligába, vagy hogy harcoltak, vagy egyáltalán értettek-e azt. Igen, rendben van, láttuk, hogy igen, ő vitte. És már átfejlődtek a pokét, tehát ennyit látom, hogy átfejlődtek. Hogy esetleg még benne lettek volna a szériában, akkor még azt mondom, hogy igen, ennek volt valami jelentőség. Majd a ligában összekerülnek Ash-sel, de akkor jó, Geri összekerül. Nem, Geri se került össze, mert Gerit kielégítették hamarabb. Igen. Na nézzük, mit szólsz ahhoz, hogy Piplup kontra Entei nekem az egyik legemlékezetesebb harc, amikor ott egy leprez a lánynál, mint későbbiekben kiderült, spoilereztünk egyet. Jó. Igazából a Pokémon logikáját én már nagyon nem kérdőjelezem meg évek óta, mert gyakorlatilag néha nulla. Semmi értelme nincsen annak, amit csinálnak. Hát nincs. Mondjuk ez egy kicsit értelmesebb lett a moziban, mint egyébként. Igen, amit mondjuk díjaztam. Amit Krisz sok volt. Nagyon mindig. Csináljatok mindeket. Még reggel van így elsőjén. Igen. Amit Krisz sokszor kiemelt, az volt, hogy Ash ismerte Pidgeot, Spirot, Pinsirt, nem pedig az egy mirák. Mi ez? Igen, tehát ezt mondtam is Dave-nek és Janának, hogy mondtam is Dave-nek és Janának, hogy... Igen. Mit szólsz, hogyha egy lány hozzád szól? Köszönöm. Ez
reklámja volt. Igen. Szóval mondtam, hogy S gyakorlatilag mielőtt el nem indult volna Pokémon vadászni. Csak ezt tanulmányozta. Igen, a Pokémonokkal kelt, Pokémonokkal feküdt. Még azt hiszem, hogy tévében is. Tehát gyakorlatilag mindent kellett volna tudni a pokékról, és már ötöd egy picit nem ismer fel, mielőtt kilép az ajtót. Igen, várj, ez a tipikus, hogy tanultam az iskolában, amikor kilépsz a nagybetűs életbe, mi van? Igen. Hasonlóság van, de az ennyire nem. Tehát azért fölismer az, hogy ez a számoló. Csak a különbség az, hogy, S mondjuk, ő szerette is azt csinálni, amit elkezdett csinálni. Igen. Ami kiégetős volt nekem, amikor másodjának is, mondtam, hogy egyszer ki fogom mondani, egy kis geci. Radics Peti díszbe. De tényleg, annyira undorító kis sunyi szemétládak is agyonverném, és elkapnám egy pokélabdába, és elásnám, hogy senki se találja meg, az a viselkedés. Tehát még azt oké, ezt még elfogadom, hogy kut-kut a Johto évadokban, vagy Johtos résznél, mondjuk hipnózisba ejt, és ilyen izében az ottani, az elkülső rész megvan, amikor az öreg nénénél össze-vissza kóvályognak, mert hipnotizáljuk, igen, azok, mindjárt korvannak, és össze-vissza rémálmokat látnak. De ez már felér egy Naruto-s Jutsu-val konkrétan, amit másodon csinál. És az a rész, amikor átmentünk abba, hogy hó, egy repülő, S iskolába jár, akkor így mondtam, hogy ez egy lebutított Inuyasha, csak nincsen benne sztori. Tehát én azt nem nézném. Tehát ebből áll a Pokémon, hogy bemegy az iskolába és alszik. Hát az, akkor már nem úgy hívnak magát a szériát, hogy Pokémon. Hanem, hogy hívnak? Tudom én, School Life. Jaj, de jó. Ennyi. De jó, hogy nem úgy hívnák, hogy középsúly. Attól kímélje meg az én mindenkit. Várjál, hogy gondolkozom, hogy hogy tegyük bele Szabi S, beletettük. Oké, meg volt. Na, de térjünk vissza a tartalomra itt a jó kis kávé mellé. Mellé, vagyok, mellett. Nincs akartam még ezt hozzáfűzni. Hát, gondolatot. Igen. Te még gondolatot? Erős gondolatot? Hozzáfűzendő most oldalékon. Most mivel most ezért most activitizünk, hogy? Persze, mi az? Gondoltam valamire, mi az? Ja, ajtó. Nem, videó. Oké. Nyertem. Fenébe. Na, tehát ott tartottunk, hogy ugye bejött ez a rész, hogy másodon megjelent, és én elmondtam, mi a véleményem róla. Na, mit szólsz másodon? Amúgy ez szerintem egy ilyen kis visszanyúlás az első filmig. Newtonhoz? Igen, hogy ott is, ott maga tényleg egy Pokémon volt az a gonosz idézőjelbe, kinek megvoltak a maga motivációja, hogy mit miért csinált. Másodonnak nem nagyon értettem a motivációját. Meg mit akart? Mit akart elérni? Meg ugye, jó, spoiler, de aki megnézel, arra fogjuk írni, hogy spoilerezünk bőven. Vagy amikor föléltek a helyre egy szivárványharcos, fölért szivárványharcosunk S, a szivárványos tollal, a szivárvány alá, túl a szivárványon, over the rainbow. Igen, és? És mi történt? Elkezdtek harcolni, és másodban egy laza mozdulattal elvette a tollat, és nézd meg, akkor is én teszem bele. Ja, és mit csinál? Az összes Pokémon elkezdte irányítani. Tehát ez volt a cél, hogy irányítsa a fenti Pokémonokat, ez egy hipnózis, miért nem elég? Igen, de még mindig volt a kérdés, hogy miért? Azt nem tudtuk meg, hogy miért. Oké, Ho-Ho képviseli a jó oldalt, másodban a rosszat, Ho-Ho jót csinál, másodban pusztítás. De miért akarja elpusztítani, és nem is akar pusztítani, mert igazából irányította a rengeteg pokét, és egyfolytában csak lövöldözött esre. Másodon ugye bedugta a tollát. Igen. Jó éjszakát mindenkinek! Sziasztok! Nem, de tényleg, hát ugye akkor Ho-Ho résében, repedésében. Sehogy nem jó. Tehát Ho-Ho birtokának a hegy résznek a lukába. Mondjuk, hogy Ho-Ho kreált egy hegyet, ami úgy nézett ki, mint egy karácsony. Honnan mondtad, hogy ő kreálta? Lehet, hogy csak oda fészített. Az övé volt készen, szivárványnak. Ja. Szivárvány hegy, szivárvány madár, szivárvány tó, szivárvány minden. Ha már ennyi mindenről beszélünk, mit szólsz ahhoz, hogy meglátjuk, és milyen lesz vénkorában? Igen, az szerintem így a film egyetlen egy logikus pontja volt. De ugye Baxi az S. Szerinted is S. Valószínűleg ő. S-E-S. Ilyen... Ja, amikor végre eljutott odáig, hogy már lett, mit tudom én, ugyanazt csinálja, mint egy youtuber. Tehát ő nem feliratkozókra megy, hanem Pokémonokra. Tehát ha megvan az 50 feliratkozó, akkor én visszavonulok. Na hát ő megcsinálta, ő megszerzett 50 Pokémont, és ő visszavonult. Onnantól kezdve remetele. Jaj, megszerzett Pokémonok, ami nagyon tetszett. Két LP harcolt, és Metapod is harcolt. És most már, ha azt mondom, hogy hip-hip, ja. Mi jut eszünkbe? Primeape. Nekem az egyik kedvenc részem a moziban tényleg, amikor a Primeape-ok, mert ugye mi volt az animében? Primeape-ok, felbíjíted, agyonver és jó, eladja bugyája, S.
meg a több, meg Charmander, meg a többieket. Itt meg mit csinál? Dobálja, mint a sztárokat. Igen. Itt már YouTube sztárként csinálta. Kezeltes. Hát ott már igaz, hogy akkor még csak két vagy három feliratkozója volt? Hát ilyen volt, két elkül meg Pikachu. Ja, akkor még csak kettő. Igen, miért nem kapott? Tényleg Pidgeotto is kimaradt, nem fogta el. Ja. Bár a legutóbbi stadium óta Pidgeotto-ról nem beszélünk. Nem. Ezt mind érteni fogjátok, hogyha követitek a csatornát. Krisznek ja. Pidgeot mély nyomot hagyott. Az biztos, hát még a Chancing. Azaz. Tehát, megható jelenetekről is beszéljünk. Az elején, amikor Pikachu hatalmas áram kimaradást okoz a vihar közepette, mert hogy ellopja az áramot, mint Lanzilajcsi, és oda sóz a szegény Spirokra, akkor gyakorlatilag ott azért megvan a meghatódás, legalábbis az a rész meg tudod hatni. Az a legegyetek, amit Baxi vagy valaki kommentelt egyszer leírásba, hogy rövid idő van a meghatódása. Tényleg nagyon sokszor már, mire meg lett volna az a pont, hogy már homályosan kezdtem látni, nem azért, mert sokat ittam. Na jó, de szilveszter volt, és gyakorlatilag nem tudtam meghatódni. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy ez jó lesz, és akkor hirtelen tök más. Azt mondom, minden zsúgy. Igazából én nálam ez pont azért nem működött, mert egyrészt gyors volt, másrészt meg ez a ezt mintha már láttam volna legalább 3-4-szer. Ugye amikor Battlefield elmegy. Csak most itt kicsit mások volt kivitelezve. Igen. Meg hát szebb volt a rajzolás. Az sokkal. És mit szólsz ahhoz, hogy Alolával is találkoztunk? Ugye Eliken? Így van. Ja, én közben itt van az ölemben, kicsit fölveszem. És nem örültem, hogy bejöttetek oda Alolás pokét. Ma miért nem? Hát már hogy néz már ki, lenyomtad Charmeleon. Na és erősebb vagyok nála. Aztán Charizardot is majdnem. Persze. Felnőtt koromban. Ho-ho-ho, mindenkit elagyabújálok. Felnőtt koromban, litőn koromban? Így van. Mindig koromban vagyok. Szokj hozzá. Jó van. Nincsen meg a tizeden nyelved, de mit csináltál? Most komolyan? Most folyamatosan nyáladzak neked tüzet? Ne. Na azért. Tegnap sem bírtad a tűztámadást kiköpni a kamerába, úgyhogy ne arcoskodjál. Mert utálok köpködni. De tessék csak azon kedvelni. Volt jobb? Nem lőtted ki. Jaj, de tessék. Na. Hát mit szólsz ahhoz, hogy benn volt item? Ez itt item, kicsi item. Tehát, hogy benn volt nagy item. Igen. Nagy item, na jól van, most még adjál nekem vezetéknevet is, persze. Következőnek mi leszek? Ez egy Gáspár item. Jaj. Na jól van, én elmentem, nincs a... Na, mit szóltál ehhez, hogy ők is belekeveredtek? Meg ugye ott volt a nagy kutya, a vérfarkas. Igen, Lightning-ok. De értem, hogy miért voltak benne, és azt is nyilván értem, hogy az animében miért nem voltak benne. Mert akkor még nem voltak kitalálva. Igen, tehát azért még nem léteztek. Hogyha annyira ki lett volna építve az egész Pokémon világ már az anime elején, akkor nyilván belerakták volna őket is, mert tényleg, hogyha a trénerek utaznak oda-vissza... Akkor nyilván mindenfelől jön. Persze, akkor minden egy. Szóval, mi is megyünk volt, hogy mondjuk mit tudom én, Tatára, ugyanúgy találkozhatunk nem tatai lakossal is a gymben. Persze, simán. És gyakorlatilag ez viszont életfibb volt, tehát én nagyon szeretem a Remorusan, pont azért, mert olyan is kihívhat, akinél mit tudom, van egy Metagross, és nagyot nézek, hogy azt fogy. Tehát nyilván már volt olyan helyen, ahol fogod. Igen. Tehát gyakorlatilag az igen, így hiteles volt, hogy mindenfelől jött mindenki. Ami nekem egy kicsit már durva jelenet volt, amikor Lycanthrope megharapta a gazdáját, nekem az már kicsit sok volt. Illetve a harcok most, amikor Rhydon, Nidoking és a többiek elkezdték ott a hipersugarakat lőni, pont mondtam Krisznek, hogy tiszta olyan, mint hogyha egy Star Wars-ból néznék, hogy a rohamosztagosokat lövöldöznek, hogy puf, 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 puf. Igen. Hát bocsánat, a... piu, piu, piu. Igen, egy kicsit olyan beütés volt, de már nekem inkább ugye mondtam, hogy a Dragon Ball jutott eszembe. Viszont szép volt a harc, meg minden, de amekkora ütés ott Ash bekapott, nem csoda, hogy megdöbben. Igen. Hát mondjuk jó, hát Mewtwo-tól megjöttél, a Mewtwo is kapott már körülbelül hasonló kalibert. Igen, és mondjátok már meg, Rhydon, mi az a zöld trutyi, amit kilő? Én a Gyro Ball-ra gondolok, de Rhydon Solar Beam-et biztos nem tud, de mit lőtt? Már többiek Hyper Beam-eztek az addig, oké? Okay? Hát figyelj, lehet, hogy csak annyi volt, hogy most kitalálták, hogy tudom, hogy ő lőjön egy másfajta színes gömböt.
De akkor az melyik támadás? Mindegy, rakd bele! Nem fognak ezen gondolkozni. De fogunk. Na, és akkor térjünk át oda, Ash megsemmisül. Igen, na azt mondjuk ezt... Ott kiégtél, azt láttam. Igen. Én ott folyamatosan, mert én már egyszer láttam, néztem Chris arcát, hogy amikor a két világ találkozik. Az ellenvilág, ugye egyszer volt az a rész, Hornebul, igen, az a rész, amikor Hunterék kiemelték Ash lelkét és Pikachu lelkét, és felvitték játszadozni. Nekem már az is egy érdekes szituáció volt, és akkor Mystic meg Brockot szivatták, hogy itt vagyunk, és nem látok. És viszont megint ez volt, hogy a két világ találkozik, hogy Pikachu él, elkezd könnyezni. Erről már volt az első moziból, hogy amikor sírva fakadt ott is Pikachu, akkor szoborrá vált Ash, azt hiszem, vagy ilyen kőszínű lett. Pedig nem is a medúzával találkozott. Megölték, azt teljesen esetett. Igen, és akkor Pikachu könnye újjáéleszett, és akkor itt is most akkor Pikachu mit könnyezik? Élet elixir? Nem tudom, mert itt most szóba se kerültek a Pokémon könnyek, ugye, ami... De viszont egy pillanatra láthattunk itt is Sapis Pikachut. Amiatt buktam ki, emiatt a rész miatt, hogy oké, most ténylegesen az volt, hogy igen, Ash meghalt. Nem volt, tehát így nem az volt, hogy most talán biztos. És most és megint bejátszották ezt az általános klisét, hogy ez a barátság ereje mindenre képes, és akkor most és akkor Pikachu lett Jézus, és visszahozta az életbe Ash-t. Ez nekem is sok volt. Jó, rengeteg animében látunk ilyet, hogy az egyik szereplő a másikat újjáéleszti, de mondjuk csinált, hogy Edo Tensei Pikachu. Ja. Végülis, jó, persze, azt hiszem, ezt nagyon jól kivitelezték, hogy amikor meghalt, Pikachu reakciója, az tényleg az volt. Meg az, hogy látunk gyakorlatilag azt, hogy Ash rohan felé abban a pillanatban a másik vágás Pikachu, és nem folyt össze a két tér, az jól lett kitalálva. Igen, de akkor is ez a barátság ereje koncepció, már annyira túl van nyomatva, hogy ez... Nagyon, de most én azt sem értettem, hogy akik ott voltak, nem neveztem meg. De reggel van még. Nem jegyeztem meg a két főszereplő nevét, most ők mit gondoltak? Eltűnt Ash, utána visszajött, és semmi reakció, hogy te hol jártál, hát te meghaltál, nem csak megyünk tovább. Tehát, most, hogy egy barátotok meghal, eltűnik, majd visszajön, akkor nem az, hogy te menjünk el a burgerbe. Vagy nem tudom, vagy én megyek balra, jobbra, te meg menjél tovább. Igen, ez valahogy olyan volt, mintha ez náluk ilyen mindennapos dolog lenne. Persze, majd visszajön, hagyjad meg. Ja, majd összegyűjtjük azért a hét gömböt, aztán megidézzük a sárkányt, visszahozzuk, hagyjuk. Vagy ami tényleg ez a Úristen, Ash meghalt! Visszajött, jó, akkor hagyjuk. De szóba sem hoztál! Várjál, szóba sem hoztál, hanem annyi, hogy utána Ash, akkor ő is betette a tollát. Madarak tolláról, Pikachu barátjáról. És akkor jött a nagy jelenet, hogy megjelenik, elkezdődik a harc. Ezt is kívánta a 120 másodpercet, amit mi a raidnél. Igen. Úgy volt vele, még nem indítod el, még várakozol. Igen, azt a jelentet én azt kiszedtem volna, amikor Hó egyáltalán közelített a hegy felé. Olyan lassan jött! És beraktam volna tényleg egy ilyen lift zenét. Mindjárt ott vagyok, csak legyenek türelemmel. Messze van még az a 10 kilométer, mit gondolod? Tehát tényleg azt éreztem, hogy most a gósok mellé tette ide az egészet a szerkesztőség, hogy ti is várjátok Hót, Ash is ennyit vár Hóra, ne aggódjál, hogy nem kezdheted el egyből. Igen. Ja, meg persze egy utolsó megérzés, legalábbis részemről erre az egészen, mert szerintem én kitárgyaltam mindent. Nekem se sok maradt. Hogyha már tényleg arra akarták volna az egészet építeni, hogy nosztalgia, meg még valami új behozása, akkor igen, akkor mondjuk Misty Brock. Rakétacsapatnak egy kicsikét nagyobb szerep. Igen, egy harc erejéig. Amitől úgy ténylegesen nosztalgia hangulata lett volna az egész. Egy Ekins Coffin párbajt vártam volna, hogy lennének előhívva. Ehhez képest semmi. Mert ugye azt is megértem, hogy a Sun and Moon animében már berakták Mistyt és Brockot, és még a rakétacsapatot is visszahozták egy ilyen cameo erejéig. De és akkor ők úgy gondolták, hogy jó, akkor a fanservice-ből ennyi. De itt most meg se tudtuk, hogy Ash találkozott-e velük, mert amit először láttunk jelvén, hogy az Erika ellen a fűteremben Tangirát lenyomta. Tehát gyakorlatilag, és ott már csak Charmander volt, meg Pikachu. És ez a két pokéval vitte végbe 8 termet. Nem is akarta a 8 termet végigvinni, csak hót üldözte. Indul a Johto Liga Ash, kit érdekel? Ez senkit nem erre. Johto Liga az. Ja.
Lars Kantónak is. Úgyhogy igazából nekem olyan ilyen tetszett is, meg nem is. Jó, persze voltak benne buktatók. Nagyon sok. Úgy olyan ez az elmegy kategória. Megnéztük egyszer. Igen, kétszer. Okay. Mind a hárommal amúgy fogunk készíteni Pokémon Top 10 videót, abból, hogy a mozifilmek sorrendben. Még nem néztük meg mindent, de nekem ez mondta, hogy közepén van. Volt ennél sokkal rosszabb. Köszönjük a Dudát, szilveszter volt. Már elsője van. Tehát gyakorlatilag volt ennél rosszabb mozi is, nekem ez köztes, de volt sokkal jobb mozi is. Reméljük az utána levő jó lesz. Igen, tehát legalábbis amit így a trailerben mutogattak, én már várom. Igen. Meg igazából sok trailer annyira, nem tudom, tehát az, hogy Charmeleon küzd, meg ilyen, annyira leszpoiler ezt a dolgokat, hogy annyira kiszámítható volt, hogy mikor milyen. Ja, mert a következő filmnek a trailer. Tudom, de én még az előzőre akartam biztosítani, okay, hogy lehet, hogy nem jó mindig, hogy ennyi trailert kiadnak, mert konkrétan megnézel a negyed filmet. Ja, lesz pont úgy, hogy a legjobb részeket már belerakják a trailerbe. Igen, viszont tényleg még egyszer köszönjük Baxinak a feliratot, és egy másik kollégának, aki eljutatta hozzánk a filmet, ő meg is osztotta a Facebookon, bárki hozzájuthat. Úgy tudom, hogy talán már fent van a videó megosztókon is, de nem merem még lefogadni. És közben elmegy a hangom is. Ja, nagyon misztikus lett ez a lezárás így. Hát, hogyha most lány lenni, akkor mondaná, hogy misztikus. Ja, de nem vagyok misztik. Nem, úgyhogy beszélj. Hál' Istennek. És akkor köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ja, legközelebbi videóban majd találkozunk. Tervezünk több ilyen beszélgetés, mozis, meg hasonló videókat készíteni. Idénre tényleg megfogadtuk Krisszel, hogy több videó lesz aktívabban, és nem érdekel, ha egy nap három videó és egy live, akkor annyi lesz. Terjeszkedünk, mint Giovanni és a Rakita csapat. Joe, nem Giovanni. Hello, Joe! Brian, mi a katana Joe? Rocket Teamben jó a Joe. Sziasztok! Sziasztok! Itt marad Liten 10-es. Ja, ez a kanál. Látjuk, varázsló!